Második tavaszi hazai meccsén az utolsó előtti helyen álló Sziget-Szent Miklós fogadta a Kisvárda. Az első félidő nem hozott sok említésre méltó eseményt, egyetlen helyzetével viszont jól sávárkodott a házigazda a 14. percben Cseri baloldali beadása után Kosza szerzett vezetés csapatának. Az 59. percben ismét balról érkezett egy labda, Délzek csúsztatása pedig a vendégkapu baloldalában kötött ki. 4 percet kellett várni az újabb gólra, amelyet az erős Cseri Kosza trió hozott össze, utóbbi közelről pörgetett a jobb alsó sarokba. A Hajrá újabb 2 gólt hozott a 84. percben egy jobboldali szöglet után, Vári lőtt kapura, a labda pedig Délcek hátáról perdült a gólvonal mögé. Az 5. találatot egy kontrából szerezte a Kisvárda, Cseri a saját tér feléről indulva vezette be a labdát a 16-oson belülre, és lőtte Sánta kapujának jobb alsó sarkába. Ez volt az a mérkőzés, amiben minden elemében felül tudtuk múlni az ellenfelet. Annak kifejezetten örülök, hogy 2 forduló után ez volt egy olyan mérkőzés, amelyet teljes létszámmal tudtunk befejezni. Én úgy gondolom, hogy az első félidőben nem igazán találtuk a fogást, bár akkor sem jutott el az ellenfél a kapunkig, a második félidőben pedig teljesen fölé tudtunk kerekedni, és azt arra mondom, hogy mindenféle értelemben, tehát mind kondicionálisan, mind labdabirtoklásban, mind a párharcokban, mind a helyzetek számában és mind a rúgott gólokban, hogy teljesen megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, még ilyen arányban is. A vendégek eltiltott edzőjét, Tamási Zoltánt helyettesítő Pintér Zoltán érthetően csak az első félidőben mutatott játékukkal lehetett némileg elégedett. Az első félben azt gondolom, amiket próbáltunk ezen a héten gyakorolni, azt nagy részben visszakaptuk. Ott voltak igazából olyan elemek, amik pozitív visszacsengésűek voltak. A másik félben teljesen átvett az irányítást a hazai csapat, és ott nagyon fölényült, úgyhogy az már kevésbé tetszett a stábnak. A mérkőzést 2 góllal és 1 gólpasszal záró Délceg Gergely szerint fontos volt, hogy hazai pályán is kiszolgálják szurkolóikat. Ez nagyon kellett, mert ugye ez volt a második mérkőzésünk itthon, és sajnos a Soroksár ellen veszítettünk, amit szerettünk volna most jóvá tenni a szurkolóknak, és úgy gondolom, hogy ez 5-0, ez egy közönségszakaszható mérkőzés volt. A forduló további eredményei a következők: Sopron-Balmazújváros 1-2, Szolnok-Vász 0-1, Szeged-Budaörs 2-0, Soroksár-Ajka 1-0, Csákvár-Dunaújváros 4-0, Zalaegerszeg-Siófok 3-0 és Gyirmót-Mezőkövest 2-1. A tabella élén az 50 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 39 pontos Zalaegerszeget, a 38 pontos Mezőkövesdet és a 36 pontos Kisvárdát. A várdaiak szombaton Budaörsön lépnek pályára.